Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele, mi a terve, hogyan tovább? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál gyertya mágiával. Mivel gyakran szerelemről, párkapcsolatról van szó, így újra a piros gyertyát használom, hiszen szimbolizálja a szerelmet, de a lelkesedést is. Mindazt, amit kedvelsz. Itt bal oldalon vannak az ő kártyái, tehát utal a férfiakra. Szemben vannak a te kártyáid, utal a hölgyekre. És mi van vele? Itt megjelenik a gólya, sőt, itt alul még egyszer a gólyákról van szó, és a gólyák jelentik a változásokat. Itt ez a kártya utal az ő otthonára is. Néha előfordulhat, hogy a gólyák jelentik egy gyermeknek a születését. Nála voltak nehézségek a téli hónapokban, különösen ami az otthonát illeti, különösen ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak jelzik a pénzügyi dolgokat. De ez elmúlik, mert a kassa elvágja ezeket a problémákat, és a gólyák jelentik már a változásokat. Itt ez a hölgy rád utal. Ő gondol rád. Te fontos vagy neki. Sőt, a halak jelentik azt, hogy mennyire értékes vagy számára, hiszen a halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem a belső értékeket is. Itt a kulcs jelenti a biztonság érzetét, de a változásokat is, ugyanúgy, mint a gólyák. Ő lezár valamit, és utána kinyílik itt egy új kapu, ezek a lehetőségek. Ami összefűz benneteket, az itt látható, a kelyhek, azok jelentik az érzelmeket, a tiédet és az övét is, ő majd közeledik hozzád. Itt a múltról, az emlékekről is szó van. Ha te egy hölgy vagy, akkor megtekintjük a te kártyáidat. Itt ez a madár üzen neked valamit. Legyen meg a hited. Higgy magadban. Higgy benne. Higgy ebben a szerelemben, és higgy a jó Istenben. Ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog. Az lehet, hogy ez az üzenet innen jön. Ez lehet egy hír, lehet egy szerződés, vagy dokumentumok. Ami ezt illeti, itt még valami átláthatatlan jelzi a felhő. Tehát át kell vizsgálni a dolgokat, és a nap ezt majd megvilágítja. A virágcsokor jelentheti a május hónapot, hogy májustól tisztázódnak itt a dolgok, és a gyermek jelentheti a gyermekeket is, de jelent újdonságokat, vagy egy új kezdetet, ami kettőtöket illet, tehát ezt a párkapcsolatot. Akkor a levél az egy üzenet, és itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, vagy egy meglepetést, egy meghívást, egy ajándékot. Akkor is, ha voltak olyan dolgok a múltban, ami téged fogva tartott ebben a toronyban, hiszen valami átláthatatlan volt számodra, különösen, amit átéltél fél évvel ezelőtt, most rendeződnek a dolgok, hiszen a nap megvilágítja ezeket az eseményeket, itt van ez a meglepetés, és a gyermek utalhat egy új kezdetre. Közeledni fog hozzád. És most átküldöm a piros gyertya energiáját, helyezd magad
kényelembe csukd be a szemedet, gondolkodj el azon, mit, hogyan kellene megvalósítani, mik az elvárásaid, és erősítsd a hitedet, higgy ebben, hiszen ez a madár ezt üzeni számodra, és utána engedd el, majd úgy magától történnek az események. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!